A Sárospataki Művelődésháza Színház terme adott otthont ebben az évben a nagymúlttal rendelkező Zempléni Fesztivál záró koncertjének. A budafoki Dohnányi Zenekar Hollerung Gábor vezénylete mellett, valamint a Budapesti Akadémiai Kórustársaság közreműködésével Haydn a Teremtés című műve csendült fel, amely idén sem csak hagyományos értelemben vett komoly zenei előadás volt, hanem a multimédiás elemekkel kibővülve igazi élményforrásává vált. Túrjányi Miklós fesztivál igazgató szerint valamennyi program kapcsán sikerült a korábbi évek jól megszokott minőségét biztosítani. Hogy ez a 25. jubileumi esztendő, ez nem csak az előzetes, a műsorfüzetből olvasható programkínálat miatt volt különleges, hanem maga a fesztivál is nagyon-nagyon szépen sikerült. Minden programon rengeteg látogató volt, remélem a helyiek közül is sokan élvezték az idehozott koncerteket. A nézőszám az most már láthatóan meg fogja haladni a 18 ezret, ami még soha nem fordult elő a fesztivál történetében. Tavaly 16 ezret értük el, úgyhogy ebben is meg tudtuk emelni az eddigi rekordot, de én azt gondolom, hogy nem ez a lényeg, nem a számok, hanem az élmények, illetve az itt hagyott emlékek azok, amik a legfontosabbak. Szerintem mindenki számára szép és emlékezetes fesztivált zárunk idén. Az elmúlt 10 napban 17 településen, 38 helyszínen közel 60 komoly zenei és szórakoztató programot kínáltak az érdeklődőknek. Sárospatak számos rendezvény helyszíne volt ebben az évben is. Nagyon nagy örömmel tettük, nem csak azért, mert egy jubileumi fesztiválról van szó, a 25. alkalommal került most megrendezésre a Zemplén Művészeti Fesztivál, hanem azért, mert maga a fesztiválnak a hangulata, a fesztiválnak a jellege az pontosan illeszkedik abba az elképzelésbe, amelyet most már harmadik éve a Tokajhegyaljához tartozó Tokajhegyai borvidék településének a polgármesterei maguknak célul tűztek ki, nevezetesen a térségnek, Tokajhegyaljának, Zemplénnek a fellendítése, a tokai bor világhírének a visszaszerzése, és az a minőségi kulturális szolgáltatás, amelynek a talán mondhatom nyugodtan, hogy a legnagyobb példamutatója a Zempléni Művészeti Fesztivál. Igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy méltó házigazdái legyünk. A szervezők elmondták, jövőre ismét visszatérnek, és hasonló gazdag, színvonalos programokkal várják vissza a korábbi és az új érdeklődőket egyaránt.